Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt van is Sportszelet című műsorunkkal, amelyen mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 95-67-re verték a MEASZ Miskolc csapatát a Kék Cápák. 55 érmet szereztek a nyíregyházi úszók a szezon első két versenyén. Az Ajka ellen szerezte meg negyedik győzelmét az NTK. Egy pontos vereséget szenvedett Békés Csabán a Szentsenyikse. 9 együttesen rajtolt a szezon a regionális futsal bajnokságban. Győzelemmel kezdték a bajnokságot az NB2-ben az NVSC sakkozói. Sorozatban harmadik győzelmét szerezte meg a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A Kék Cápák a MEASZ Miskolc csapatát verték 95-67-re. Azt kértük a mérkőzés előtt, hogy komolyan vegyék a mérkőzést, hiszen azért a Miskolc az erősen védekezik, gyorsan támad, azért oda kell figyelni rá, még így is, hogy nincsen külföldjük. Azt kértem, hogy vegyék komolyan, és mindenki maximális erőbedobással játszon. A játékkal mennyire voltál elégedett? Néha nem voltam ennyire elégedett, mert nem azt játszom, amit kértem, de egy ilyen meccsen belefér ez is, úgyhogy próbáltunk rotálni folyamatosan, örülök, hogy minden játékos pályára került, és hogy ekkora különbséggel nyertünk. Zsinórban ez volt a harmadik győzelem, jó úton jár a csapat? Én úgy gondolom, igen, de mi mindig van bennünk sokkal több, így remélem, hogy ennél még csak jobb lesz. Következő héten, hétközepén Pécsen játszik a Blue Sharks, egy olyan csapat ellen, ahol ugye egy NB1-es csapat, másik csapat a képzett kosárlabdázókkal, ami talán jobban fekszik a mi csapatunknak is. Így van, hát ott azért rendesen olyan játékosok játszanak, akik az átcsapatos keretben is benne vannak, és az átcsapatos csapattal készülnek, de előtte hétfőn még játszunk egy Happy Club mérkőzést, úgyhogy sűr lesz a program. Azt szokták mondani, a kötelező feladat megoldása sokszor a legnehezebb, most ezt a feladatot megoldottátok, nehéz volt? Érzésem szerint annyira nem. Hozzátartozik az igazsághoz az, hogy a Miskolcnak magasan a legjobb játékos a légiósuk Torton sérülés miatt nem játszott, de valóban ezek szoktak a nehéz meccsek lenni. Egy dologra próbáltunk odafigyelni, és azt is mondtuk a srácoknak, hogy ez legyen az elsődleges célpont, hogy vegyük komolyan, és olyan elánnal és olyan hozzáállással kezdjük el a mérkőzést, ahogyan azt a Veszprém ellen tettük, vagy esetleg egy erősebb csapat ellen tennénk. Ugye két vereséggel kezdte a csapat a bajnokság, most ez Zsinórban a harmadik győzelem volt. Lehet érezni az öltözőben, az edzéseken a hangulaton, hogy elkezdett úgy menni a szekér, hogy azt szeretnétek? Abszolút, de nem elégszünk meg ennyivel. Sajnos az első két kudarc az nagyon rosszul jött, de lehet, és bízom benne, hogy a szezon végén visszatekintek, akkor azt fogom mondani, hogy még jó volt, hogy szezon elején kaptunk egy ilyen pofont. Abszolút más volt. Előtte se éreztük, hogy bajunk lenne az edzés munkával, de azóta egyébként minden egyes labda menet, minden egyes egymás közötti ötleteleni játék vérre megy, és ez meg is látszódik a mérkőzéseken, mert szerintem sokkal nagyobb erőbedobással játszunk. Sem ezen a meccsen, sem az előző nem voltál teljesen egészséges. Mennyire érezted ezt a pályán? Sajnos igen, egy vírusos gyomorrontást elkaptam pont a Honvéd meccs előtt egy nappal. Hát a Honvéd meccsen ott idegenben voltak gondjaim. Nagyon-nagyon fáradt voltam, ott még a vírusból adódóan. Azóta már jobban vagyok, de ott kihagytam egy-két napot edzést illetően, és most még az erőnlétemben volt egy kis gond, de hál' Istennek átvészeltem, úgy érzem. Csapatkapitányként hogy látod, mennyire épít a közösséget az, hogy mindenki pályára tudott lépni? Ilyen meccsek kellenek. Hiába két, vagy három, vagy négy percet játszanak a fiatalok, akkor is a fejlődésüket szolgálja, hogy belekóstolhatnak úgymond a felnőtt kosárlabdába. Mindenképpen szeretnénk, hogy a hazai meccsünknek a zöme ilyen legyen, és a végén a juniorok tudják befejezni. Mi is örülünk, és ők is szerintem. Talán lehet azt mondani, hogy a Nyíregyháza volt a meccs esélyes, érvényesült is a papírforma. Többre számított a saját csapatoktól, tudva mondjuk, hogy nem leszik a legerősebb játékos, az amerikai légiós. Gratulálok a házigazdának, megérdemelten hozták a papírformát. Én úgy gondolom, hogy egy extra trükkös és jó játékot mutató amerikaival és három komoly átcsoportos rutinnal felvértezett legénnyel többek voltak ma. Ha azt veszik, hogy ez pusztán 27 pontos különbségben realizálódott, akkor azt mondom, hogy jól dolgoztak a fiaim. Ha azt mondom, hogy gyakorlatilag egy percig, nem egy percig, de három perc után nem volt esélyünk, akkor azt mondom, hogy ez a realitás a mai mérkőzésen. Mindenképpen örömteli, hogy a 18-20 éves játékosaim is betaláltak, és szeretnénk ezeket a hibákat, amiket elkövettek egy ilyen jó csapat otthonába, ezeket csapatszinten javítani, hogy akár van légiós játékosunk, akár nincs,
mindenki a saját bőrén tapasztalja napról napra, hogy ezen a szinten miben kell sokkal komolyabban és ügyesebben segíteni a csapatunkat. Mi a Miskolc célja ebben a bajnokságban? Miskolc célja, hogy minél több fordulót komplett kerettel tudjon végigjátszani, hiszen nekünk az lehet az egységünk, hogy egy roppant fiatal és tapasztalatlan keret, de óriási szívvel és lélekkel tudunk koncentrálva küzdeni. Természetes, hogy nem csak a MEAFC-ot, de hogyha bármelyik ellenfelet a legkomolyabb játékosát kivesszük, akkor egy egész más produkciót tud nyújtani, és mivel nálunk sem életkorban, sem korábbi élvonalbeli tapasztalati pontokban nem állunk úgy, mint bármelyik ellenfelünk, ezért nekünk ez duplán nehéz. Viszont ahogy tavaly sem, idén sem szomorkodunk soha, igyekszünk saját kereteinken belül a lehető legnagyobb odaadással dolgozni. Ez ma ennyire volt elég, nagyon hiszek abban, és ezért is dolgozunk a csapattal, hogy a többi mérkőzésen ügyesebbek legyünk és jobbak legyünk. 55 érmet szereztek a nyíregyházi úszók a szezon első két versenyén. Hódmezővásárhelyen egy rövidpályás viadalon, Debrecenben pedig egy nagymedencés versenyen álltak rajtkőre a Sportcentrum úszói. Elkészülni! A hódkupáról nagyon jó szereplésen mondhatom, és nagy sok tanulsággal is jöhettünk haza. Rövidpályás verseny volt, ugye az őszi szezon nálunk jellemzően rövidpályás szezon, illetve hát rövidpályás bajnokság, rövidpályás Európa bajnoksággal végződik decemberben. Mindenképpen ezért mentünk. 8 versenyzőt vittem magammal, kiemelten azokat a versenyzőket, élversenyzőinket, akikre a rövidpályás bajnokságon számítunk. A nagyon jól szerepeltünk, távközi úszás nagyon jól megy, ami nagyon jó tanúság, hogy a sok forduló az rengeteg gyakorlást kíván, tehát fordulóban, rajtokban még van hova fejlődni. Következett az elmúlt hétvégén egy debreceni verseny, ott milyen csapattal voltatok és hogyan szerepeltetek? Ez egy felkészülési verseny volt, itt már hosszú pályán versenyeztünk. Itt minden, azt mondta, gyermekkorosztálytól fölfele serdülő és ifjúsági korosztályos versenyzőkkel 26-27 versenyzőt vittünk erre a versenyre. Én azt mondom, hogy nagyon jól versenyeztek, kicsit családias hangulatú verseny volt. A környékbeli egyesületek, illetve a Pestről is sokan lejöttek. Azokat a versenyszámokat preferáltuk itt, amik a felkészülési időszakban ilyenkor, hogy mondjam, csak tájékozódó jellegű, és mindenképpen visszajelzést adnak az eddigi munkáról. Sok versenyzővel tudtok elutazni egy-egy versenyre, jelen áll szerint mennyien úsznak versenyszerűen a Sportcentrum, és hány edző foglalkozik velük? Jelen állás szerint 7 edzőnk van, több mint 100 igazolt versenyzőnk van, akik versenyekre járnak, és ez az oktatócsoporton kívüli versenyzői létszám. A hétvégén ezt le is teszteljük élesbe, hiszen a legkisebbek a cápától a béka korosztályig, azok Nyírbátorban fognak egy körverseny első fordulóján részt venni, a nagyobbakkal pedig Hungaroszpál kupa egész hétvégén, így a szombat-vasárnapos verseny. Ez egy nagyon régi bevált hagyományos verseny, ahol egy 10x50-es váltóba 5 fiú 5 lány is rajthoz áll majd. Említetted a rövidpályás bajnokságot, az mikor lesz esedékes? Ez december 11-14 Kaposváron, szintén egy vadonatúj úszodában lesz. Én azt mondom, ez a rövidpályás bajnokság azoknak lehet nagyon jó, akik tényleg tudják a rajtot, fordulót, és mindenképpen, hát mondhatnánk, hogy válogató az Európa bajnokságra, csak most az a helyzet fordult elő, hogy az Európa bajnokság hamarabb lesz, mint a magyar bajnokság. Van esélye nyíregyházúszónak ott lenni az evén? A rövidpályás elvén nem sok esélyt látok. Én azt mondom, hogy mi továbbra is a hosszú pályára koncentrálunk, és az 50 méteres versenyszámokra, az 50 méteres medencébe úszott versenyszámokra. Ez a rövidpályázás nekünk egy kitekintés csak. Picit tovább tekintve, vagy távolodva tekintve, akkor kik azok, akik ott vannak a válogatott keretben? Gondolok itt az országos válogatott és a régiós válogatottra is. A válogatott keret legújabb megállapítása szerint, hogy a Hatházi Dória az első számú, akit az ifjúság és a junior keretben bent van, illetve bekerült a Heraklész programban két versenyzőnk is, akik közül kiemelni a Tajti Milánt, aki tavaly ugye idén gyermekbajnok lett. A régiós válogatottunk, az vasárnap utazik edzőtáborba Szászhalombattán. Itt a három megye válogatottjából csak azok mehetnek, akik országos bajnokságon érmesek voltak. Itt a Barna Bianca, a lányok közül fiaknál a Lengyel Áron és a Tajti Milán lesz ott, a Kovács Ita edzőkkel.
Gondolom vágjátok már a centit, mennyire várjátok, hogy megnyíljon az új uszoda és elfoglalhassátok? Mindennapos kérdés szülők, gyerekek részéről, mikor lehet, hogy lehet. Nagyon bízunk benne, hogy rövid időn belül már itt tudunk edzeni. Nagyon nagy lökést adhatna, és egy motivációs tényező lehetne a srácoknak. És én úgy gondolom, hogy a város közepén ez a létesítmény, ez meg fogja állni a helyét, és mi is meg fogjuk benne állni a helyünket. Visszatérve a korábban említett számhoz, a 100 körüli úszóhoz, számítotok arra, hogy ha az új szoda kínálja majd az edzés lehetőséget, akkor ugrásszerűen megnő a úszni vágyó gyerekek száma? Az úszni vágyok mindenképpen, tehát én azt mondom, hogy akik meg akarnak tanulni úszni, de én azt szeretném, hogyha látnák ezt a létesítményt, hogy minél többen akarjanak versenyezni, és a versenyzést válasszák, ezt a sportágat válasszák a jövőben. Végleteki kiélezett mérkőzésen szerezte meg negyedik győzelmét a Szuperligában a Nyíregyházi Teke Klub, az NTK az Ajkát vert 5-3-ra. Messze a legizgalmasabb mérkőzés volt, azt lehet mondani, az elmúlt 3-4 évet, ha visszatekintünk ahhoz képest, és ez volt végjáték tekintetében a legérdekesebb. Azt lehet mondani, az elsősorban egészen jól sikerült nekem a pontszerzés, hoztam bőven csapatfánk, míg mellettem a Kastura Zsoltnak nem igazán ment a játék, és mellette az ellenfél egyik jó játékosa, meghatározó jó játékosa, majdnem 100 fát vert Zsoltira, és igazából ennek a levét ittuk meg, azt lehet mondani, mert a középső sorba is egy kis rányomta a bélyegét a csapatra, hogy fel kell kapaszkodnunk ebből a fa hátrányból, azonban a Stér Tominak közel 600 fás teljesítményt sikerült most produkálnia, és ezzel nagyon sok fát vissza tudott hozni a közösbe, míg mellette a Szolika Miklósnak sajnos nem sikerült a pontszerzés, és folyamatosan az ellenfél után loholt, de így is 30 fára vissza tudtunk zárkózni, és az már egy lőtávol lehet egy végjátékban. De a Hakker Dezsőnek sem ment annyira jól a játék, 60-nál a Magyarorsi Péter mindenképpen beugrott helyette cserébe, és mellette a Fehér Béla szintén 600-as eredményt produkálva nem sikerült annyival több fát hozni az ellenfelén, mint amennyi a másik oldalon lefele ment, és majdnem azt lehet mondani, hogy fej-fej mellett haladtak, olyannyira, hogy az utolsó 30-as dobásnál csupán 3 fa hátrányunk volt. Látszódott, hogy 5-3 lesz valahova, vagy a hazaiaknak, vagy a vendégeknek, és mindenképpen a csapatfára kellett odafigyelni. Az utolsó 5 dobásban sikerült megfordítani ezt a mínusz 3 fát, és onnantól kezdve azt lehet mondani, hogy a szerencse is mellénk pártolt, és azt lehetett mondani, hogy nem remektek meg a kezek nálunk, és így alakulhatott ki, hogy 5-3 arányban sikerült diadalmaskodnunk, és csupán 17 fával, de nagyon fontos 2 pontot szereztünk most idehaza. Mennyire mutatja egy csapat erejét, hogy egy ilyen mérkőzést, ahol nem igazán megy mindenkinek a játék is meg tud nyerni? Mindenképpen nehéz dolog, azt lehet mondani, független attól, hogy a hazai pályaelőnyét elvileg nekünk kell, hogy élvezzük, de igazából a nyomás az rajtunk volt, mert valamilyen szinten nekünk volt betervezve ez győztes mérkőzésnek, a vendégeknek, akik a tabella hátsó alakzatában posztolnak éppen, nekik mindenképpen egy laza játékkal lehetett bravúr győzelmet akár aratni, és nem volt rajtuk semmiféle nyomás. A feliratkozásnál is már látszott arra, hogy a 3 egyéni pont megszerzésére törekedtek, és akkor ahova billen a csapatfa, ezt a játékmódszert választották, de tényleg itt nagyon rosszul sikerült az indulás, de tényleg mindenki az utolsó dobásokig erőfeszítéseket téve próbált oda tenni magát, és folyamatosan sikerült visszafaragnunk, és ez mutatja meg, hogy nehéz helyzetben is tudunk egymásért küzdeni, és ahogy szokták mondani, minden jó, ha jó a vége, sikerült a nagyon fontos 2 pontot megszerezni, és a nehézségek ellenére úgy gondolom, hogy ez óriási lökést adhat a továbbiakban a csapat tekintetében, hogy bármilyen meccsen nehéz helyzetből is képesek vagyunk felállni, és ami a legfontosabb, most már abszolút a stabil közép-felső mezőnyben tanyázunk, és innentől kezdve nyugodtan játszhatunk a bajnokság hátra lévő mérkőzésein. A következő fordulóban a hétvégén a Ferencváros utazik a csapat, ott a Fradin lesz talán a nyomás, és az elmúlt években azért játszottatok nagyon érdekes, nagyon szoros meccseket a Fradival.
Hát valóban a korábbi években a Szuperligában többször is egymás után döntetleneket értünk el, azonos fákat értünk el, sikerült azonos fával is győznünk a legutóbbi mérkőzésünkön. Bár hozzáteszem, hogy ez a Ferencváros azóta valamelyes megerősödött, ugyanis a többszörös világbajnok Zapetán Zsombor is csatlakozott ez a nívós gárdához, így már három válogatott szintű játékosuk van, úgyhogy mindenképpen nem mi vagyunk ennek a mérkőzésnek az esélyesei, és hogyha most a hétvégi Kazincbarcika elleni győzelmüket is tekintjük, maga biztosan óriási fával diadalmaskodtak otthon, úgyhogy mindenképpen azt lehet mondani, hogy nem mi vagyunk az esélyesei. Szeretjük azt a pályát, még azt is mondhatom, hogy tudjuk is játszani, és hogyha jól iratkozunk, és szerencsésen alakulnak a belső szettek, akkor úgy gondolom, hogy akár egy döntetlent ismételten el lehet csípni a nagyon jó játékerőt képviselő Ferencvárossal szembe, és onnantól kezdve már abszolút jó kedvet érhetünk haza, és majdnem, hogyha győzelemmel térnénk haza, akkor azt mondhatom, hogy a helyet is cserélhetne a két csapat a tabellán, úgyhogy ez mindenképpen egy óriási fegyvertény lenne, semmiképpen nem felemelt kézzel fogunk fellépni a Ferencváros otthonában. Egy pontos veresége szenvedett Békés Csabán a Szánsenyikse. Kovács Tibor együttese 80-79-re kapott ki a bajnok esélyes hazaiaktól. Az elmúlt évekhez képest tényleg megerősödtek. Ez játékos anyagban nagyon megmutatkozott. Ha csak azt mondom, egy NB1-es múltra rendelkező 2 méter 10 centis centerrel, két nagyon jó mezőnyjátékossal erősítettek, és egy olyan fanatikus közönség előtt játszottunk, ami ritka NB2-es szinten. Mi pedig nem teljes csapattal indultunk neki a mérkőzésnek, de így is az utolsó percben is volt győzelmi esélyünk. Sajnos a végjáték az ellenfélnek jött ki jobban. Közre játszott az, hogy menet közben is két játékosunk megsérült, Olázol, illetve Horváth Bence. A végjátékban egyikőjük már nem, másikőjük pedig már csak minimálisan tudott a rendelkezésünkre állni, de így is dicséret a fiúknak, mert ilyen játékkal azt gondolom, hogy lehet veszíteni, de azért egy kicsit keserű a szánk íze. Egy kicsi győzelmi esélyt azért elszalasztottunk. Mennyire biztató jövőt tekintve, hogy hiányzókkal is ilyen szoros meccset tudtatok játszani a Békés Csabával? Én azt gondolom, biztató lehet. Mint minden bajnok évben elmondják minden osztályban, hogy erősödött a bajnokság, mert több olyan játékos került ebbe a mezőnybe is, aki magasabb szinten űzte ezt a játékot. Minden csapatra oda kell figyelni, akár hazai, akár idegenbeli mérkőzésen is. De én azt gondolom, hogy a reális célkitűzés, amit megfogalmaztunk, hogy az élmezőnyben, az első négyben, de inkább a dobogon szeretnénk végezni, az még mindenképp helytálló. Ez bebizonyította azt, hogy azok a hullámvölgyök, amik most az utolsó 1-2 percet jelezték, amit nem szabad megengednünk, és ezt ki kell, hogy elemezzük, az a következő mérkőzésen, illetve mérkőzéseken az javításra kerül, és ott talán nekünk fog kedvezni a végjáték. Ismét idegenbeli mérkőzés következik, mezőberénybe utazik a csapat. A mostani hiányzók közül lehet-e már ott valakire számítani, és milyen meccset vársz? Jelenállás szerint még semmi biztosat nem tudok kezügyben mondani. A ma esti edzésünk is nagyon foghíjas lesz létszámban, mert többen még a mai edzéstérülés miatt nem tudják vállalni. Hét közepétől a meccs előtti egy-két edzés eldönt az, hogy kire tudok számítani, de nem biztatóak az előjelek, ezt nyugodtan mondhatom. Olyan ellenfélhez megyünk, ahol a kezdőötös, mint felsőbb osztályban játszott, egy szerb légiósuk is van. Erre is azt mondhatom, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, de természetesen győzni szeretnénk. A hét elején 5 megyebeli csapat részvételével elrajtolt a regionális futsalbajnokság. Pályára léptek az U17-es és az U20-as futsalcsapatok is. Hétfőn este elindult a futszál felnőtt regionális bajnokságunk, az MB3 kereti csoport, amelyet ismét már harmadik éve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóság szervez. Idén kicsit kevesebb csapattal, 9 együttessel indultunk el, de az első fordulóba szerencsére minden rendbe lement. 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapat mellett 2 Hajdubihar és 2 Borsod-Abaúj-Zemplini együttes van. Bízunk benne, hogy rendben le fog majd zajlani ez a bajnokságunk. Akár csak a futszál fiú U17 és U20-as pontvadászatunk, ahol tegnap már szintén rendeztek egy mérkőzést. Itt ebben a két korosztályos bajnokságban szinte minden hétköznap rendeznek majd meccseket. Egyrészt azért, mert szerencsére elég sok csapat nevezett. 23 együttes nevezett mind az U17-be, mind az U20-ba. A nevezett csapatokat területi alapon két csoportba bontottuk, így van
egy 11-es, illetve van egy 12 fős, értelemszerűen oda visszavágós rendszerben fognak játszani. Másrészt pedig azért is van sokszor hétköznap és különböző napokon a mérkőzések, mert azért nincs 23 csarnokunk a megyébe. Tehát itt lesznek olyan csarnokok, ahol 2-3, sőt olyan csarnok is akad, ahol 4 együttes fogja játszani a hazai mérkőzéseit, és ezeknek az összehangolása, főleg úgy, hogy más teremsportágokkal is kell majd ugye alkalmazkodni, illetve együttműködni, azért nem olyan egyszerű, úgyhogy itt hétfőtől péntekig folyamatosan lesznek majd futsal mérkőzések, különböző korosztályos futsal mérkőzések a megyében. A nagy PES bajnokságokban túl vagyunk már az őszi szezon felén, eddig rendben ment minden? Nagyjából azt kell mondanom, hogy igen, szerencsére komolyabb atrocitás nem történt, egyelőre még felnőtt szinten az összes benevezett és a bajnokságban elindult csapat még mindig versenyben van, visszalépőink ugyan vannak, de csak a korosztályos bajnokságban U14-ben, U16-ban, de a felnőtt, illetve az U19-es bajnokságban eddig még minden csapat talpon van, nagyon bízok benne, hogy ez meg is marad, és bízok benne, hogy ugyanilyen létszámmal fogunk tudni majd befejezni novemberben a bajnokságot, és elkezdeni majd márciusban. Az igazgatóság meghirdetett egy játékvezetői tanfolyamot, milyen céllal, milyen érdeklődése számítotok? Bízunk benne, hogy ugye az elmúlt években egy ilyen 20-30 fő jelentkező lesz legalább. A tavaly évben azt hiszem, hogy elég sikeres volt a játékvezetői tanfolyam szempontjából, egyrészt létszámban is, másrészt pedig azért olyan játékvezető hallgatók is jelentkeztek, akik komoly futballmúlttal rendelkeztek. Most is szeretnénk azért ezt a korosztályt megcélozni, hiszen nem győzöm hangsúlyozni, hogy igazából szeretnénk a 30-as éveiben járó, pályafutásuk végefele járó labdarúgókat megfogni, mert úgy gondoljuk, hogy azok, akik azért jó pár évet lehúztak a futballpályán, akár ugye átállva másik oldalra játékvezetőként is jobban el fogják őket fogadni, és jobb teljesítményre képesek, mint esetleg olyanok, akik nem fociztak, vagy életkorukból adódóan még azért komoly mérkőzéseken nem vettek részt, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy a tavalyi évhez hasonlóan lesznek olyan újonc játékvezetők, olyan jelentkezők, akik akár egy jó pár év nagypályás foci után gondolják, hogy kipróbálják ezt az oldalát is a labdarúgásnak, benne szeretnének lenni továbbra is a vérkeringésbe. Ráadásul ne felejtsük el, hogy a kettőt párhuzamosan is lehet végezni, tehát nyugodtan lehet még mindig futballozni nagypályán, és emellett lehet mérkőzéseket is vezetni, vagy ugye asszisztensként közreműködni, természetesen nem abban a csoportban, nem abban a bajnokságban, ahol az adott személy játszik. Azért van szükség egyébként minden évre a játékvezetői tanfolyam meghirdetésére, mert minden évben van lemorzsolódás is. Tehát ahogy tavaly örültünk annak, hogy több mint 20 játékvezető belépett a megyei keretbe, sajnos ugyanannyi ki is lépett. Van, aki külföldön vállalt munkát, van, akinek a munkahelye vagy az iskolája ugye máshova szólított, a más városba, akár Budapestre vagy Dunántúlra, vagy abba hagyta a játékvezetést, vagy már ugye más megyébe foglalja, folytatja. Van olyan játékvezetőnk, aki egyszerűen fizikailag már sajnos nem tudta megfutni a szintet, ezért kellett abba hagynia valakinek a családi vagy a munkahelyi problémái miatt, nem tudta összehangolni, abba kellett hagynia. Tehát hiába frissülünk mindig 20-25 fővel, sajnos körülbelül minden évben ugyanannyi játékvezető abba adja, ezért stagnálunk, egy ilyen 140-150 fős játékvezetői megyei keret van, arról nem beszélve, hogy sokszor ugye hétvégén azért komoly lemondások vannak, és sajnos előfordul, hogy megye háromban nem mindenhova jut három játékvezető, hanem csak kettő. Hát szeretnénk, hogyha mindenhol három játékvezető lenne, ehhez viszont az kell, hogy még többen jelentkezzenek, és legyen egy bővebb megyei keretünk. Picit előrébb tekintve, a téli időszakban hasonló szabadtér, illetve teremtornákra számíthatnak majd a csapatok, mint az elmúlt években? Természetesen szeretnénk mindenféleképpen megszervezni a nyíredő teremtornánkat is, hiszen hosszú évek hagyománya immár ez, és várják is a felnőtt csapatok. A január elején szerintem ez ugyanúgy meg lesz, hogy az elmúlt években, valamint szeretnénk szintén ugye január közepétől végétől megszervezni a műfűes felkészülési nagypályás tornát. Ez is azért azt kell mondanom, hogy várják a csapatok, nagyon sokat segít nekik a felkészülésben, most már azért 4 helyszínen is tudunk szervezni, hogy a tavalyi évben, úgyhogy számolhatnak az együtteseink arra, hogy mind a két tornát, a terem és a műfűes nagypályás tornát is megszervezzük 2020-ban is. Győzelemmel kezdték a szezont az NB2-ben az NVSC sakkozói. A bajnoki címet megcélzó együttes 9-3-ra verte a legutóbbi ezüstérmes Edelényt. Edelény egy rendkívül, talán nem sértődnek meg, azt mondom, hogy kellemetlen ellenfelünk volt, mivel a megelőző két bajnokságban elütött minket az éremtől, és mindkét arányban minimális mindkét évben minimális arányban le is tudott győzni minket. Ennek a kulcsa az volt, hogy hát, hogy fogalmaztunk, a szerencsefaktor, és az is, hogy rendkívül erős idegen légiósaik voltak, tehát Szlovákiából, Németországból még svájci válogatott játékosuk is volt, akiket harcba vetve egy nagy kiki meccsen minket meg tudtak állítani két alkalommal is.
A tavalyi NB2-es évben Ederény volt az ezüstérmes, és a csapatuk kissé meggyengült, mi pedig egy picit erősítettünk, hiszen visszatért Nyíregyházára, az NVSC színeibe, a Nyíregyházán született itt gyerekeskedő, óvodáskodó Levicki Tibor fidemester, és még egy ungvári fiatalemberrel, Baloga Miskával is erősítettünk, amellett persze a fiataljaink is igen szépen fejlődnek. Nos, a találkozó előtt azt latolgattuk, hogy ha legerősebb összeállításban áll ki Edelény, akkor is valószínűleg tudunk borsot törni az orrok alá, is visszavágunk az egyik vereségért, és bíztunk abban, hogy a szerencse nem fordul több alkalommal ellenünk. Az előző bajnokságban ezüstérmes volt az Edelény, mint beszéltük, és mondhatni, hogy az egyik legnagyobb riválisunk volt, hiszen a tavalyi bajnok Miskolc csapata feljutott az NB1-be, elhagyta az NB2-t. A legerősebb összeállításban állt és készült a mérkőzésre az NVSC csapata, minden mesterünket játékba hoztuk, beállítottuk, és egy nagyon szép siker született. 9-3-ra ki tudtuk ütni a kissé tartalékosan felálló Edelény csapatát, ezzel az NVSC nagyon nagyot lépett előre. Hány csapat szerepel az NV2 balta csoportjában, és milyen a lebonyolítási rendszer? Körmérkőzéses, 11 csapat vív egymással körmérkőzést, a régióból egy csapatot átsorolt a Magyar Sakkszövetség másik régióba, ezért páratlan a versenyző csapatoknak a száma, így egy-egy csapat mindig erőnyerő egy-egy fordulóban, nem oda-visszavágós, hanem csak odavágós. A nyár végi Magyar Sakkszövetségben lezajlott sorsolásnak az eredménye az, hogy melyik csapat melyik játéknapon kivel mérkőzik meg, és pedig hazai vagy vendégpályán. Talán már ezután, az egy meccs után is el lehet mondani, hogy bajnok esélyessé lépett elő az NVSC, ki lehet a legnagyobb rivális? Köszönöm az elismerést, magam is úgy érzem, hogy reális esélyünk van, hogy az NVSC-vel megnyerjük az NB2 bajnokságát, és bízok benne, hogy ez sikerülni is fog. A legnagyobb riválisunk még a Szirma Besenyő csapata, egy kis Borsod megyei település, ez viszonylag kisebb település, azonban rendkívüli csapatot sikerült összeállítaniuk. Ukrán, szlovák és román fidemesterekkel megerősített csapattal fogunk majd farkas szemet nézni november 17-én. Bízok benne, hogy az erős csapatunk, az NVSC erőt vesz a szirmabesenyői nemzetközi válogatotton is. Emellett még komoly konkurenciánk lehet Hajdúböszörmény is, velük az NB2 utolsó fordulójában fogunk megmérkőzni. A Hajdúböszörmény csapata is egy rendkívül erős játékosokból álló tapasztalt gárda, az éltáblájukon egy mexikói nemzetközi mester játszik, de a második táblásuk Gály József István is egy igen híres és rendkívül erős fidemester. Bízok benne, hogy a megelőző minimális arányú vereség miatt revansot tudunk rajtuk is venni. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!